A maga részéről is szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, testvérünket, jogolt embertársainkat, ifjainkat. Hálások vagyunk ilyen ajánlunk, mindig azon jóságáért, azon gazdag gondoskodásáért, amit tett korokon keresztül az emberiség megmentése érdekében. Javának, az ókorban volt egy kiválasztott népe, Izrael névet volt ismertes, akiket Jehova törvénnyel, utasításokkal, szabályokkal látott el. Hasonlóképpen napjainkban is létezik egy kis embercsoport, akik igyekszünk megtartani az ő törvényeit. Igyekszünk eleget tenni felszentelődési kötelességeinknek, amikor azt mondtuk, hogy immun vagyunk, Atyám, hogy cselekedjük a Te akaratod. Mivel hogy közeledik, be is volt jelentve Urunk Jézus halálának emlékünnepe, amely alkalommal, ez alkalommal szeretnék beszélni. Egy tanulmánynak a címe Evangélium. 1928-ban lett kiadva. Tanulmányunk azt mondja, nem mintha nem tudnunk, mert tudjuk, ezzel kapcsolatos ünneppel megtartandó programot, de azt mondja tanulmányunk, hogy fontos egymást emlékeztessük ezen drága igazságokra, tehát persze a megszabott időben. Tudjuk, egy évente, tehát egyszer ünnepeljük meg. Fontos az, hogy a zsidók ünnepét megértsük ahhoz, hogy Jézus Krisztus Urunk halála emlékünnepét kellőképpen értékeljük. Jehova Ábrahámmal szövetséget kötött, és azt mondta, a te magadban áldatok meg a föld összes nemzetségei, és megsorosítom a te magadot, úgy, mint az ég csillagait és a tengerparton levő fölényt. Ez Jehovának egyik szándéka volt. És az is, hogy Ábrahám utódai leküldöztek Egyiptomba, és ott letelepedtek. Ez is Jehovának egyik szándéka volt. Amint tudjuk, hogy Józsefet az ő testvérei eladták Egyiptomba. József híres lett, mi második út, mint uralkodó Egyiptomban. Addig, amíg József élt, Jákob szeretett fia, addig a zsidókkal jól bántak Egyiptomban, mert az a faraó Józsefet ismerte és Jehovát tisztelte. De mi történt? Nagy változás alatt be. József és kortársai elhaltak. Az a faraó is meghalt. És egy másik, egy gőgösebb, egy, úgy mondja tanul, egy makacs, gőgösebb faraó lépett Egyiptom trónjára, aki Jehovát nem tisztelte, Józsefet nem ismerte. Ez a faraó arról tett vallomást, hogy ő az ördög gyermeke és képviselője. A faraó, ez a faraó, az ő királysága, faraó királysága Egyiptomban Sátán gonosz világot jelképezi. Faraó nem csak kényszereszközökkel nyomta el a zsidókot, hanem arra készítette a népet, hogy Sátán vallását kövessék. És Sátánnak mindenkori politikája az volt, hogy az embert elpártoltassa Istentől.
elpártoltassa a tiszta és imádott Úr. Jákó neve Egyiptomban teljesen meg volt becstelenve. Elérkezett az idő Jehovától, hogy tetthez fogjon. 10 csapást mért Egyiptomra, nem tudjuk, ugye? És a 10. csapás az első szőrtek levallása volt. Ekkor Jehova utasításokat adott Mózesnek, és persze Mózes közölte a néppel, a zsidókkal, az izraelitákkal, a kivonulással kapcsolatosan, és a báska bárány elrendezéssel, a levallásával kapcsolatosan. Amit el is szeretnék olvasni, a második Mózes 12 rész 1-től úgy egészen 20-ig. Szólott oda pedig az Úr Mózesnek és Áronnak Egyiptom földén, ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje. Első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván, e hónap 10-én mindenki vegyen magának egy bárányt, az atyáknak háza szerint házanként egy bárányt. Hogyha háznék kevés a bárányhoz, akkor a házához közel való szomszédjával együtt vegyen a lelkek száma szerint, kit-kit ételéhez képest szerint számítsatok a bárányhoz. A bárány éd, hím, egy esztendős legyen. A juhok vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok alatt, őrizet alatt, e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete este. És legyenek a vérből és azokban a házakban, ahol ezt megeszi, hintsenek a két ajtó félre és a szemöldökvára. A húst pedig egyék meg azon éjjel tűzön sütve, kovásztalan kenyére és keserű füvekből készített mártással. Ne egyetek abból nyersen vagy vízen főtten, hanem tűzön sütve a fejét lábszárolaival és belsővel együtt. És ne hagyjatok belőle reggelre, vagy ami megmaradt belőle reggelre, tűzzel égessétek meg. És ilyen módon égjétek meg azt, derekaitokat fölövezve, saraitok lábaitokon, és pálcáitok kezetekben, és nagy sietséggel égjétek azt, mert az Úrnak páskája ez. Mert által megyek Egyiptom földén azon éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földén, az embertől kezdve a varomig, és Egyiptom minden Isten felett ítéletet tartok én az Úr. És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, és meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz hajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földét. És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szentélyték azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre, örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. 7 napig egyetek kovásztalan kenyeret, míg az első napon takarítsátok ki a kovászt házaitokból, mert valaki kovászost érnik az első naptól fogva, a 7. napig, az olyan lélek írtassék ki Izraelből. Az első napon pedig szentgyűlésétek legyen, és a 7. napon is szentgyűlésétek legyen azokon, semmi munkát ne tegyetek, egyedül, ami az ellenedel való, azt minden embernek el lehet készíteni. Megtartsátok a kovásztalan kenyerek ünnepét, mert azon a napon hoztam ki a ti seregeiteket Egyiptom földéről. Tartsátok meg hát a napon nemzetségről nemzetségre örök rendtartás szerint. Az első napon, a hónapnak 14. napján este egyetek kovásztalan kenyeret, a hónap 21. napjáig estig. 7 napon át
Ne találkozni kovászkodni hazaidokban, mert ha valaki kovászos tényleg haza révén, kiírtad itt Izrael gyülekezetéből, akár jövény, akár az ország szülöttje legyen. Tehát semmi kovászos ne éljetek, minden lakóhelyeteken kovásztal kegyhet egyetek. Tudjuk az, hogy ezeknek mind jelentőségei vannak. Nagy azoni beteljesedései vannak napjainkra. Tehát megparancsolta Jehova a zsidóknak, hogy minden évben a Nisan hónap 14. napját megünnepeljék. Persze abból a célból, hogy milyen csodálatos módon szabadította ki, mentette meg az ők életüket Egyiptom elnyomó farok keze alól. Tehát ilyen a szabadításáról mindig, hogy megemlékezzenek. És hogy megkeretkedjék a vérrel, a bárány vérével, a szemöldök fátát felül, és két felül a két ajtófélfát, tudjuk azt, hogy a küszöbben nem volt szabad hintenért, nem volt szabad megtapostasség. A páska szó elhaladást vagy elvonulást jelent. Tehát az öldöklő angyal elvonult, elment a zsidóházak mellett, és nem érte a csapás elsőszülötteiket. Tehát válaszolnak egy bárányt. Nézzük meg, hogy kit példáz a bárány a János 1:29-ben, mikor János meglátta Jézust hozzá közeledni másnap, azt mondta, íme az Istennek báránya, aki elveszi a világ bűneit. Tehát a bárány Jézus Krisztust példázza. A bárány épp, hím, egy esztendős kellett legyen. Ez mind Jézus Krisztusra utal. Jézus Krisztus, tehát tökéletes volt, hibátlan volt, szeplő nélküli volt, bűn nélküli volt, mind Jézus Krisztusra utal. És itt azt mondja, az 1 Péter 1:18-19 versen, mert drága véren váltattatok meg hibátlan és szeplőten bárányin a Krisztusén. A bárány 10. év volt kiválasztva, tehát Nisan hónap a 10. napján. Olyan mint például ez. Jehova gondoskodott már mikor a bűnbes és után nyomba, a lázadás után nyomba gondoskodott a jelképes báránynak a kiválasztásáról. Már az édenbe, amikor elhangzott az, hogy ellenségeskedés szerzek az asszony és a temogat között, és az neked fejedre fog taposni, tehát az asszony maga, te pedig annak sarkát hallgosod. Ismerjük az 1 Mózes 3:15 versen. 4 napig kellett tartsák a bárányt, őrizet alatt. Ez megfelel az a 4000 évnek, ami eltelt a jelképes bárány kiválasztásától, tehát az Édentől egészen Jézus Krisztus megfeszítéséig. Az a 4000 év, a 2 Péter 3:8 azt mondja, Péter apostol, egy év annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő annyi, mint egy nap. Persze, ez csak az Úrnál, nem nálunk, mint emberek. Tehát Jehovánál egy év annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő. Vagyis egy nap annyi, mint 1000 esztendő, és 1000 esztendő, mint egy nap. A vérrel való békedésen be kellett bizonyítsák, hogy ők hiszik azt, hogy megmentetnek, de az nem volt elég, mert valamit kellett tenniük is. Vajon nem így van napjainkban? Tudjuk, hogy Jehova kegyelme által megmentetünk, de az nem elég, ha hisszük.
tennünk is kell valamit. Ők is kellett valamit tegyenek, meg kellett bizonyítsák. És itt azt mondja a Róma 10:10-ben, hogy szívvel hiszünk az igazságnak, de szájjal teszünk valóságot Istenre. Tehát tennünk kell valamit. Mindegyikünknek, mindenkinek a saját maga érdekében valamit tenni kell, ahhoz, hogy Armagedon csatája, hogy megdíjjen bennünket. Kovásztalan kenyére kellett elfogyasszák a szép piros vasúti bárány húst, nem volt szabad főzni, csak süsség. Tehát említettük a kovász a bűnjelképe, az 1. Korintus 5:7-ben azt mondja az apostol. Tisztítsátok el azért a régi kovász, hogy legyetek új tisztává, hiszen a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott életünk. 7 napig ne egyetek kovászt. A 7-es szám egy tökéletes szám, és amikor keresztény leszünk, tartsunk ki végig, tehát bűn nélküliek legyünk, kovász nélküliek legyünk, és végig tartsuk ki egy tökéletes idő, teljes idő keresztül. Használtak a zsidók abban az időben a húshoz, tehát a kenyér és hús, keserű főekből készített pártást. Úgy értsük, hogy arra, hogy ez egy valamilyen savanyosság volt, hogy milyen, azt nem tudjuk, hogy volt készítve, milyen volt, de mind a finom bálány hús mellé egy kis savanyosság. Vajon mit példáz ez napjainkban? A Cselekedetek 5:40-42-ig ismerős a leírás, amikor az apostolokat behívták a helytartók elé, megverték őket, és megparancsolták, hogy többet ne szóljanak Jézus nevében. Azon nehézségeket példázza, azon üldöztetéseket példázza, amit a keresztény elviselt mindig és napjainkban is. A zsidók 11. részét szeretnék felolvasni. Tehát a zsidók 11:24-29-ig. Asszony a feltámadás útján visszanyerték adataikat, mások kintpadra vonattak, visszautasítván a szabadulást, hogy becsesebb feltámadásban részesülnek. Mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állották ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megköztettek kintpadra, kurcoltattak, kipróbált szenvedben, szenvedvén, jók és kecskék meg bőrében bújdosván, nélközben, nyomortatottván, gyötörtetve. Akikre nem volt méltó a világ, bújdos a pusztákon és hegyeken, meg barlangokba és a földnek hasadékaiban. Tehát a keserűekből készített maradás ezen nehézségeket szemlélteti, amit a keresztény el kell viselni. Mózes is meg volt próbálva. Mózesnek is voltak nehézségei, amint ismerjük a vándorlás, 40 éves vándorlás alatt. Nem volt könnyű. De még az előtt is, mint olvassuk a zsidók 11:24 és egészen 29-ig. És írom 11-24-29-ig, igen. Kitától tiltakozott Mózes, minden fölnevekedett, hogy Faraó leánya fiának mondják. Inkább választván az Isten népével való együtt nyomorgást, mint a bűnnek idáig,
idei órái való gyönyörűségét. Egyiptom kincsénél nagyobb gazdagságnak tartván a Krisztus gyalázatát, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta ott Egyiptomot, nem félvén a király haragjától, mert erős szívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hitáltal rendelt a páskát és a vérnek kiontását, hogy az ördögről ne illesse elsőszületteiket. Hitáltal keltek át a veres tengeren, mint valami száraz földön, amit az egyiptomiak megpróbáltak, elnyelentettek. Most feltehessük a kérdést, vajon most könnyű kereszténynek lenni? Magában mindenki válaszol, biztos, tudom. És azt mondjuk, hogy nem könnyű kereszténynek lenni, és nem is volt ebben a holoszilában kereszténynek lenni, tehát igaz kereszténynek. De mondjuk azt, hogy nem is nehéz. Jézus Krisztus azt mondta, ha valaki engem akar követni, vegye fel az ő keresztjét. Kereszt nehézség, iga, jár, nehéz. Üldöztetésekkel jár a keresztény élet. De már nyomban mondja is Jézus Krisztus, hogy az én igám nem nehéz, gyönyörűséges. Tehát igaz testvérek, hogy nem olyan nehéz kereszténynek lenni, ha hűségesek vagyunk Jehovához. Persze, hogyha segítségével. Azt mondja parancsol a Páska bárány eredezésében megtartásával, hogy örök rendtartás szerint ünnepeljétek. Akkor vajon ma ezt ünnepeljük? Vagyis azt ünnepeljük, a Páska bárány ünnepét? Mivel hogy örök rendtartás szerint ünnepeljétek. Hát tudjuk, hogy nem. Az örök szónak a Biblia szerint három fajta jelentősége van. Az első Jehovára vonatkozik. Ő öröktől fogva volt, van és lesz. Tehát nincs kezdete és nincs vége. Viszont van olyan örök szó, amelynek van kezdete és nincs vége. Már gondoljátok, hogy kire vonatkozik ez. Jézus Krisztusra és a 144 ezer tagjaira. Tehát kezdetük út, mert Jézus Krisztus is Millóhoz, ő teremtik út, kezdete út. A 144 ezer tagoknak is kezdetük, de mivel megkapták a halhatatlanságot, nincs végül. Ez a második. Viszont van olyan örök szó a Szentírásban, a Bibliában, aminek van kezdete és van vége. Például, hogy örök rendtartás szerint ünnepeljetek, persze a páskabárány ünnepén, ennek volt kezdete. Mikor? Egyiptomba időszámításunktól visszafelé menve 1513-ban. Akkor ölték meg a legelső páskabárányt. Volt kezdete. De volt vége. És mikor ért véget? Akkor, amikor egy éjszaka megünnepelték a két ünnepet Jézus Krisztussal. Most nézzük meg, hogy mi lépett annak helyébe. Tehát véget ért a páskabárány évése, megtartása, az Egyiptomból való kiszabadulás, akkor véget ért. Tudjuk azt, hogy a páskabárány és azon törvényszövetség, amely kötetett a Sinai hegynél, Izrael népével, az vezetett Jézus Krisztusra. Az csak egy árnyék volt, de azok nem voltak. Tehát úgy az állatok leölése, bikák, babok, vének meghintése, bűnért való áldozatok, azok nem voltak képesek az emberiségét, hogy felemeljék, vagy hogy életet adjanak. Mert azok mind tökéletlen állatok voltak. Tökéletlen vér folyt ki belőlük. És azt olvassuk,
a Kolosi 2, 16 és 17-ben, senki meg ne ítéljen titeket evésért, ivásért, vagy újhult, vagy minden túlrában. Ami elkövetkezendő jó dolgoknak az árnyéka, de a valóság a Krisztusé. Tehát árnyék volt, ami egészen vezetett Jézus Krisztusra. A Zsidók 10 egy versében azt olvassuk, mivel hogy a törvényben a jövendő jóknak árnyéka nem maga dolgok képe van meg, ennél fogva azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként szüntelenül vittek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárókat. Tehát itt megmondja nekünk, hogy azokkal az áldozatokkal, amelyeket szüntelenítek esztendőnként, tökéletlen állatok áldozatával, sohasem voltak képesek felemelni, hogy a odajárókot, hogy megváltsa és megbocsássa bűneinket. Jézus Krisztus, mivel hogy törvény a zsidó törvény alatt született, ő megülte, megtartotta a páskaváron nevét. Ő is, évről évre. Utoljára, tehát időszámításunk, hogy Krisztustól 33-ban ülte meg az ő tanítványainkból. Le van írva a Lukács 22-ben az emlékünnep bevezetése, megtartása, amit Jézus Krisztus tanítványaival tartotta. Tehát a Lukács 22, 7-től úgy 20-ig körülbelül. Eljöve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kellene ölelni a húsvéti bálánynak. És elküldi Pétert és Jánost mondván, tehát Jézus küldte el Pétert és Jánost, elmenvén készítsétek el nékünk a húsvéti bálányt, hogy megeljük. Ők pedig mondanak néki, hol akarod, hogy elkészítsük? És ő mond néktek, és ő mondta nékik, én mikor bementek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt, abban a házba, amelybe bemegy. És mondjátok a ház gazdájának, ezt mondja nékünk a mester, hol van az a szállás, ahol megeszem az én tanítványaimmal a húsvéti bálányt? És én mutatnétek egy nagy vacsorázba helyet berendezve, ott készítsétek el. Elmennék pedig úgy találnak, amit mondotta nékik, és elkészítik a húsvéti bálányt. És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a 12 apostol ővele egyetemben. És mondanék, kívánva kívántam a húsvéti bálányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Mert mondom néktek, hogy többé ne veszem ebből, míg nem beteljesedik az Isten országában. És a pohár végén, minek utána hálákat adott, mondta, vegyétek azt, ezt, és osszátok el magatok között. Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkinek gyümölcséből, míg illen eljön az Isten országában. És minek utána kenyeret vette, hálakotott van, megszegni, és odanékig mondván. Ez az én testem, mely ti éretetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen a pohár is, minek utána vacsorált, ez mondván. A pohár, az új szövetség az én véremben, mely ti éretetek kioltatik. Tehát itt van leírva az emlékünnep bevezetése. Amint tudjuk, de megismételem, tudom, hogy tudjátok, egy éjszaka két ünnepet tartottak. Megölték a páskabálányt, tehát ugyanaz napon, a Nisztánok 14. napján. Megették a páskabálányt, a bárány hússal, kovásztalan kenyérrel, keselyföldtűzzel, mártással. És vacsora közben Jézus felállt, és megmosta a tanítványoknak lábait. Egy kendőt kötött, és megmosta a tanítványok lábait. Visszajöttek, végeztek
a Páska bálány megélésével, és akkor újra vette Jézus Krisztus, vette a kenyeret, vette a borot, és ezt mondta, ez az új szövetség az én véremben. Tehát akkor itt adta be az emlékünnepet az ő halálának emlékünnepét. Tehát akkor ért véget azon éjszakán a Páska bálány ünnepe, megemlékezés Egyiptomból való szabadulásokért, és egy új ünnep, egy új szövetség köttetett, vagy itt adott el azon éjszakán. Az emlékünnepnél nem volt húsevés, csak kovásztalan kenyér volt és bor, amint kitűnik, vette a kenyeret és vette a bort, vette a kovarat. Mivel tudjuk, hogy nem is szó szerint értsük ezt, és tudjuk azt, hogy az ő testének tagja, Jézus Krisztus testének tagjai, 144 ezer tagjai, azért veszik a jertjébet, a kovásztalan kenyeret és vörös bort. De mi nagy sokaság földi osztály, mi ezt nem veszünk, ezt adjuk. A János hatrész a János 6.48-51-ig azt olvassuk, én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáidok mannát ettek a pusztában és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállott alá. Ha valaki eszik a kenyérből, él örökké, és az a kenyér pedig, amelyet én adok, az az én testem, amelyet én adok a világ életéért. És a bor, amit példálsz, a bor örömet példálsz mindig, a borivás. A 104 Zsoltár 15 versében azt mondja, kenyeret és bort adjatok a halandónak, amelyek megvidámítja az arcát. Tehát kenyeret és bort. Tehát nem mindig szó szerint értsük, mert szó szerint nem ehessük Jézus Krisztusnak testét, és nem ihassuk az ő vérét. A Máté 4.4-ben azt olvassuk, amikor megkísértetett Jézus Krisztus a pusztában, 40 napon keresztül nem evett, nem ivott, és Sátán megkísértette, ha Istenek fia vagy, változtasd a kenyereket, a követ kenyéré. És Jézus Krisztus visszautasította, és azt mondta, megvan írva, hogy nem csak kenyére él az ember, hanem Istennek minden ígével, amely felül származik. Tehát nem csak kenyére, nem csak szó szerint, értsük ugye, hanem Istennek minden ígével, amely felül származik. Az a tény, hogy nem iszott többé e szőlőtőkének gyümölcséből, hanem csak ugyan az én atyámnak országába, Jézus kijelentése, tehát akkor mondta nekik, az én tanítványainak, újonnan az én atyának országába. Így van. 1918-ban, amint tudjuk, hogy fel lettek támasztva az alvószentek, akik 1900 éven keresztül elaludtak. És persze itt is szellemi értelemben nem szó szerint isszák az örömporrat, hanem szellemi értelemben, nagyobbani beteljesedésben isszák az örömporrat az ő atyának, azt mondta, az én atyának országába. A 144 ezer tagjai. Meg szeretném még említeni a lábmosást, hogy vacsora közben Jézus Krisztus felállott, és a tanítványoknak elkezdte mosni a lábait. Ők akkor nem értették azt, hogy itt tesz Jézus Krisztus. Bizonyítsuk, amikor odaért Péterhez, azt mondta Péter, Uram,
soha nem mosod meg az imádomat. Azt mondta Jézus Krisztus, akkor semmi között hozzád. Hát akkor újra meggondolta Péter, uram, hát akkor ne csak a lábamot, mosd meg az egész testemet, még a fejemet is. Jézus Krisztus azt mondta, a fej tiszta, és ti is tisztább vagytok, de nem mindnyájan. Amit én teszek most, cselekszek, azt ti nem értitek, de majd aztán megértitek. Vajon mikor értették meg, amit Jézus Krisztus nekik szóképekben mondott el? Akkor értettek meg mindent a tanítványai is, amikor megkapták a Szent Szellemet pünköstkor. A lábmosást, amit el is szeretnék olvasni, a János 13 rész 2-től 17-ig van leírva. És vacsora közben, mikor az ördög belement már iskolteljes Júdásnak, a Simon fiának szívében, hogy elárulja őt, tudván Jézus, hogy az Atya minden hatalmában adott neki, és hogy ő az Istentől jött, és az Istenhez megy. Felkele a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet tölt a medencébe, és kezdi most a tanítványok lábait, és megtörölni a kendővel, amellyel körülkút kötve. Menne az én Simon Péterhez, és azt mondanéki, uram, te mosod meg az én lábaimat, felel Jézus, és mondanéki, amit én most cselekszek, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondanéki Péter, az én lábaimat meg nem mosod soha, felelnéki Jézus, ha meg nem mostak téged, semmi közön nincs én hozzám. Mondanéki Simon Péter, uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet is, fejemet is. Mondanék Jézus, aki megfürdött, már nincs másra szüksége, mint a lábaim megmosni, különben egészen tiszta, ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Mire utalt vajon, hogy ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan? Arra mondta, tehát ha megfigyeljük, az első ünnep megtartása alatt történt ez a lábmosás. Tehát a páska bárány évése alatt történt. Mert mondja, hogy vacsora közben beladta. Mert amikor beladta a falást Júdásnak a szájába, akkor Júdás eltávozott. Ő már a második ünnep, vagyis az emlékünnep megtartása bevezetésénél már Júdás nem volt ott. És azért mondta, tehát Jézus Krisztus azt mondta, hogy ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. És ez értendő, kire? Júdásra, hogy ő nem tiszta, ő már gonosz volt, mert tudta az, hogy el fogja állni őt. Tehát mi szükséges a lábmosáshoz? Medence, víz, láb, amit mosnak, és a mosás. Na figyeljük meg, hogy mit példálsz a víz nagyobb adi bennyeségre. A víz az igazság vize. Ézsaiás 55 egy versében azt mondja, ó, minnyájan, kik szomjaztok, jertek a vizekre. Tehát a víz az igazságot példázza. A János 7, 37 és 38 verse. A következő tippen mondja. Az ünnep utolsó napján pedig feladó Jézus is kiállta, mondván, ha valaki szomjazik, jöjjön én hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, amint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömölnek annak belsejéből. Tehát a víz az igazság vizét példázza. Szemlíteni. Mit mostak? Lábat. Olyan mit példálsz, mit jelent a láb, amit mostak? És a Róma 10-15 versében azt mondja. Mi szépek a helyeken az örökmondóknak lábai, akik jót mondnak, jót hirdetnek. Tehát lábbal kell elmenni, hogy jót tenni,
hirdetni, ugye bár? A medence, hogy mohassuk tál, amiben volt a víz, akkor megértsük mindjárt, hogy mit jelent a mosás, ha megtudjuk, hogy mit jelent a medence. A medence vagy tál azt a helységet, ahol történik a mosás. A mosás mit jelent? A testvérek iránt mindenféle jótékenységet foglal magába. Tehát mindenféle jótékenységet foglal magába. A mosás. És akkor az történhet egy házban, egy helységben, vagy bárhol történhet. Mi? Az, hogy egymást esetleg emlékeztessük, buzdítsuk a tevékenységre. Egymást még meg is fejtjük egy-egy kicsit, mert ez is szükséges, ha esetleg tévedéseket látunk, vagy észlelünk, vagy veszünk észre. Tehát mindenféle jó tévékenységet foglal magával egymást erősíteni, egymást bátorítani és buzdítani. Tehát a tál az a helység, vagy az a medence, ahol történik a mosás. Tehát a testvérek által mindenféle jó tévékenységet foglal magával. A zsidó 10:22-25-ig szeretném elolvasni. Tehát a zsidók 10 rész, 22-től egészen 25-ig. Ismerős a kijelentés, biztos, hogy ügyeljünk egymásra, az én elolvasom. Zsidók 10:22-25-ig azt mondja, és ügyeljünk egymásra, a szeretetre, a jó cselekedetre való felbújtulás véget. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokások némelyeknek, hanem intvén egymás annyival inkább, mivel látjátok, hogy a nap közelged. A mosva tiszta vérrel, tiszta vízzel, tartsuk meg a reménységnek vallását, hogy mondja, tehát megvallani Jehova nevét. Tántorítatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Tehát ez is hozzátartozik a testvérek iránt mindenféle jó tévékenységhez, hogy ügyeljünk egymásra, és ne hagyjuk el a gyülekezeteket, hanem intsük annál inkább egymást. Miért? Azért, mert lássuk, hogy annak közeleg, soha nem volt ilyen közel Armageddon csatája, mint ma. Csak a románjuk azt mondja, a ma nap Armageddon napja. Egyre inkább közeledik, és érezzük a vágyak hatalmas vonzó erejét, amely megpróbál bennünket letéríteni, szeretett célunk felé vezető útról. Semmi kétség nem fél ahhoz, hogy nagy szükség van testvértől jövő teljesítésre és átadásra. Tehát akkor mosásra, ugye bár? Alá mosásra. Báránunk a Krisztus, hogy megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságával. Mielőtt valaki keresztény érez, bűnös, és mindazon gyarlóságokban, amelyet Ádám bűne folytán örökölt. A régi kovász alatt olyan szokás, azokat a szokásokat értsük, amelyeknek a bűnös, aki keresztény lesz, hódol. Tehát mielőtt keresztény lesz a bűnös, azoknak a szokásoknak hódol. Azt értjük a régi kovász. Ezeket el kell hagynia,
mint az apostol mondja, hogy új tisztává legyetek, mivel a ti megváltó vérével megtisztítottatok. Ne kövessék tovább azokat az életszokásokat, amelyeket a bűnösök követnek, ügyeljetek arra, hogy a ti életetek az Úr életével összhangban legyen. És az apostol hozzáfűzi, hogy ne régi kovásszal, sem rosszaság és gonoszságnak kovásszával, hanem a tisztasággal, igazság kovásszával. A tanulmányunk, ahogy megértettem, mintha kétfelé választaná, tehát rosszaság és gonoszság kovászat. És megmagyarázza ennek a jelentőségét. A rosszaság istentelen. Tehát a rosszaság kovásza azt jelenti, hogy Isten törvénynek az áthágása. De a gonoszságnak kovásza, ez már sokkal többet jelent. A gonoszság kovásza azt jelenti, hogy a szív rossz indulatosságát, a szívből fakadó rossz indulatosságot jelent. És azt jelenti, hogy nem vagyunk mások jogaival tekintettel, tehát nem vagyunk mások jogaival tekintettel, és mindenképpen egymás kárára törekszünk. Ez már gonoszság kovásza. De ismétlem, a szív rossz indulatosságát jelenti, és azt jelenti, hogy nem vagyunk mások jogaira tekintettel, és mindenképpen egymás kárára törekszünk. Lehetséges-e, hogy az igaz keresztények ilyen bűnökkel legyenek terhelve? Éppen ebben az időben, vagyis amikor ki volt adva a tanulmány 29-ben, de nem csak arra vonatkozik, mintha a tegnap volna lett volna írva, ugye vár, úgy értsük. Éppen ebben az időben vannak gyülekezetek, amelyek sok belső nehézségekkel küzdenek egymás között. Civakodnak, így mondja Tamáján a szavakkal. Tehát volt akkor 38-ban azokban az években, vajon most nem történhet ilyesmi? De igen, de igen. Vannak olyanok, akik egymás ellen, mások azon munka ellen dolgoznak. Megkísérlek, hogy testvéreiknek és az Úr munkája előhaladásának ártsanak. Az ilyesmi önzésből származik. Tehát honnan származik az ilyesmi? Önzésből származik. Ahol igaz szeretet alkodik, nem lehet gonoszság. Miért kellene valakinek azt mondja, hogy azt állítsa magáról, hogy az Úrnak szentelte magát, testvéreivel ellenséges viszonyban lennie? Miért kellene valakinek azt állítsa magáról, aki az Úrnak szentelte magát, hogy testvéreivel ellenséges viszonyban lennie? Senki sem lehet Isten egy Krisztussal közösségben, hogyha nem jár világosságban. Mondja 1. János 1 rész 6 és 7 verse. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekszünk. Ha pedig világosságban járunk, amint ő maga világosságban van, közösségünk van vele, és egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére, megtisztít minket minden bűntől. A kiválasztás nagy fordulópontjához értünk. Isten azt akarja, hogy az ő munkája elvégeztessék. Senki sem csaphassa be az Urat. Ne áltassátok magatokat, sem pedig ne próbáljátok másokat áltatni. Mindenki, aki az Úr Jézus nevét nevezi, tegyen meg minden önzésről és legyen testvéreinek segítségére, az Úr által megszabott munka elvégzésében. Tehát egymásnak segítségére legyünk az Úr által
munka elvégzésében. Továbbá, miért kellene valaki azt állítsa magáról, hogy az Úrnak szentelte magát? És mégis, hogy ezek a civakodások, ezek a nézeteltérések, amelyek mondjuk mondhassuk, hogy napjainkban is vannak, és voltak mindig Isten gyülekezetében, és mindaddig, amíg a gonosz, amíg sátán, amíg világon fennáll, ez még úgy tudjuk, hogy lesz. És a következőben azt mondja, amis befejezésképpen is mindjárt befejezés felé járok, hogy minden gyülekezetnek, ahol zavarok vannak, ezen dolognak komoly figyelmet kell szentelni. Mindenkinek félre kell tennie önzését. Ezért imádkoznia és magát megvizsgálnia, és azután Isten parancsainak engedelmeskednie kell. Még egyszer olvasom, mert úgy érzem, hogy biztos ti is úgy lássátok, hogy hangsúlyom a mondatoknak. Minden gyülekezetnek, ahol zavarok vannak, ezen dolgoknak komoly figyelmet kell szentelni. Mindenkinek félre kell tennie önzését. Azt olvastuk, hogy ezek miből származnak? Önzésből. De az önzést félre kell tenni. Ezért imádkoznia kell mindenkinek, és magát megvizsgálnia kell. És azután Isten parancsainak engedelmeskednie kell. Senki sem lehet részben az Úri, és részben a világi. Tehát nem lehetünk részben az Úri, és részben a világi. Azok, akik az Úr népéhez tartoznak, vállalva kell megállniuk, és egymást, mint testvérek a Krisztusban, kölcsönösen támogatniuk. Az Úr Jézus Krisztus evangéliumáért küzde. Szeretném befejezésképpen a Kolossi 3:12-17-ig elolvasni. Öltözétek fel azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szerénységet, hosszúlyvést. Elszenvedni egymást és megbocsátván kölcsönös egymásnak, ha valakinek, valaki ellen panaszolna. Miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akiben ti is. Mindezeknek fölében pedig öltözitek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötelel. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyel elhívottatok egy testben és hálálatosok legyetek. A Krisztusnak beszéde rokozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben, tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkénekekkel, hálával zengedezni a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekedtek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjétek, hálát adván az Istennek, ő általa. Röviden ennyit szerettem volna az emlékünnepel kapcsolatosan, páskai ünnep megtartása, az emlékünnep bevezetése, amit ma is ünnepelünk Istenében, ez parancs és kötelesség is mindegyünknek. Én köszönöm szépen a figyelmet!